Augusztus 16-án Ráczkevén rendezték meg a 3. magyarországi Steel Timber Sports nemzeti bajnokságot, amelynek komoly tétje volt. Az első 3 helyezett ugyanis bekerült a nemzeti válogatottba, hogy ősszel a 4-fős csapatban szerepelhessen a lengyelországi poznani VB-n. A Steel Timber Sports nemzeti bajnokságot végül idén a hazai közönség előtt versenyző Juhász István nyerte meg, aki a délután folyamán egy vendégversenyzővel, Európa legjobbjával, a cseh Martin Komarekkel csatázott. A Martin Európa legjobb versenyzője, ő az egyedi európai versenyző, aki az amerikai bajnokságot be tudta verekedni magát. Mi őt hívjuk edzőnek, ő engem is tanít. Másfél hónappal ezelőtt is egy nemzetközi edzőtábor volt itt nálunk Magyarországon, én is tőle tanultam. Én hazai közönség előtt, hazai pályán, itt élek Ráczkevén, itt versenyeztem. Nyilvánvaló, hogy itt az embernek egy kicsit, vagy egy fokkal, két fokkal magasabbra megy az adrenalin. Szeretne a hazai közönség előtt, többen ismernek, hazai közönség előtt jól teljesíteni, megfelelő eredményt elérni. Nyilvánvaló, hogy ezt próbálja az ember leküzdeni, próbál a versenyre koncentrálni. Kisebb csetésekkel, botlásokkal sikerült is, a végeredmény meg hát úgy gondolom, hogy nagyon örülök neki, hogy így sikerült. A második helyen az idei évben Bozsó Zoltán végzett, így ő is ott lesz a Steel Timber Sports válogatottban. Remélem, hogy úgy sikerül, mint a tavalyi VB, tehát az első 10-be szeretnénk benne lenni. Ez egy óriási küzdelem lesz, mink úgy gondoljuk, a világ legjobbjai között fogunk versenyezni. Nagyon fel kell készülnünk arra, hogy jó eredményt tudjunk elérni. Nem vagyok magammal megelégedve, a melegre való tekintettel sokkal jobb eredményekre számítottam. Igazándiból erre számítottam, hogy második, harmadik hely körül leszek, de a meleg miatt mindenkit megviselt ez a meleg. Tehát igazándiból nem tudtunk úgy koncentrálni, ahogy szoktunk. Először állhatott dobogóra a felnőttek között, a tavalyi világbajnokságon a rookie teamben szereplő, az ifjúsági VB-n pedig ezüstérmet szerző Bakó Norbert, aki így harmadikként szintén bekerült a magyar válogatottba, és utazhat az őszi poznani VB-re. Titokban mindig bíztam, hogy sikerült a dobogóra állnom, aztán most sikerült úgy összeraknom minden versenyszámot, igaz egy-két hibával, de sikerült összeraknom a dolgokat úgy, hogy elég legyen a harmadik helyhez. Most a különbség az lesz, hogy nem egyéniben, hanem csapatversenyben fogok versenyezni, tehát hogy a magyar csapatot fogom remélhetőleg erősíteni. És hát igen, nem minden versenyszámot kell csinálnom, hanem majd a csapattal megegyezünk, hogy kinek mi az erőssége, és majd megosztozunk, hogy a legjobb eredményt tudjuk összerakni majd a idei VB-n. A magyar válogatott negyedik tagja a 3 dobogóról lecsúszott, ugyanakkor a második fordulóba bejutott versenyző közül kerül majd ki egy edzőtábor után. Ez azt jelenti, hogy Rittlinger Róbertre, Strubel József Dedire és Ollé Péterre vár még egy komoly megmérettetés a közeljövőben.